Talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma este. Így kezdte Orbán Viktor vasárnap éjszakai beszédét, miután eldőlt a Fidesz-KDNP ismét kétharmaddal győzött a választásokon. Akkor a győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. A leadott szavazatok jelenlegi, majdnem teljes feldolgozottságánál a Fidesz-KDNP 135 mandátumot szerzett a 199 fős országgyűlésben, ami ismételt kétharmados többséget jelent, vagyis Orbán Viktor negyedszer is alkotmányozó többséggel a háta mögött alakíthat kormányt. Ugyanakkor, habár az előzetes közvéleménykutatások nem feltétlen ezt jelezték előre, a Fidesz minden megyében erősíteni tudott a 2018-as választásokhoz képest. A jelenlegi feldolgozottsági adatok szerint 106 választókerületből 88-at nyert meg a Fidesz-KDNP jelöltje. Az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött, és azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Először is ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat. Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény. Erről már az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje beszélt a választási eredményeket látva. Az ellenzéki összefogás minden előzetes méréshez képest sokkal rosszabbul szerepelt. A hétfő reggeli feldolgozottság alapján mindösszesen 56 mandátumot szereztek. Ez a mandátumszám 6 felé osztik, és úgy tűnik még a legerősebb DK frakciója sem éri el a 20 főt a parlamentben. Az ellenzék szinte csak Budapesten tudott egyéni választókerületeket nyerni. Vezetőjük Márki-Zay Péter mindenkitől nyugalmat kért. Elismerte a Fidesz győzelmét, ugyanakkor hozzátette, nem tartja szabadnak a választásokat. A történelem tanúsága az, hogy nem csak Milosevic volt minden másnál népszerűbb, amikor éppen a NATO bombázta Jugoszláviát, Szerbiát, hanem valószínűleg Hitler is kétharmados többséget kapott volna az oroszok által immár körbekerített Berlinben 1945 áprilisában. Tudomásul kell vennünk, hogy a propaganda az, amely megnyerte ezt a választást a Fidesznek, nem a tisztesség és nem a becsület. A vasárnapi választás nagy meglepetése volt, hogy bejutott az új parlamentbe a Mi Hazánk mozgalom is, amely úgy tűnik 7 képviselővel alakíthat majd frakciót Torockai László vezetésével a parlamentben. A német nemzetiségi listáról mandátumot szerzett Ritter Imre, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pedig hiába szerezte meg idén a szavazatok több mint 3%-át, nem jutott be a parlamentbe. Végül nem dőlt meg a részvételi rekord a választásokon, a választók 69,47%-a ment el szavazni vasárnap. Végeredményt viszont csak akkor lehet majd hirdetni, ha megérkeznek a külképviseletekről a szavazatok, illetve a levélszavazatokat is megszámolták. Egy-egy szoros választókerületben ugyanis az átjelentkező és külképviseleti névjegyzékben szereplő szavazók voksai megfordíthatják az eredményt.